Újabb ünnepi alkalmat szervezett az Infineon cégcsoport, ezúttal az Infineon Technologies Ceglét Kft. Jubiláló dolgozóit köszöntötték. A cég egyik ügyvezetője, Kis Péter úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban sok mindent átéltek a cég dolgozói, sok fejlesztést, előrelépést, nagyon sokan pedig már akár 20 éve is nyomon követik a cég életét. A lojalitást szeretnék megköszönni ezekkel az alkalmakkal. Tradíciót szeretnénk elindítani ezzel, minden évben megtartjuk ezt az ünnepséget, ezzel is erősítve a cégünk hagyományait, és ünnepeljük a munkatársainkat, akik velünk tartanak. Van olyan dolgozó, aki 20 évvel ezelőtt még ismerettség alapján tudott bekerülni a cég dolgozói közé, a bizalmat pedig hűséggel viszonozta, azóta is a cég munkatársa. Én most jelenleg raktárvezető vagyok az Infineonnál, amikor kezdtem a Nikolai Kft-nél, mert én még onnan jövök, és akkor még csak ugye ez egy cég volt, akkor még présgépkezelőként kezdtem. Sárik Mihály elmondta, jó leső érzés, hogy gondolnak rájuk, és hogy ilyen formában is megköszönik a sok évnyi munkát. Én mindenképp úgy gondolom, hogy ezt több cégnek is követni kellene, szerintem ebből hagyományt kellene a többi, akár cegvédi, akár más cég életébe is teremteni, tehát ez mindenképp egy jó dolog. A jubiláló dolgozókat köszöntötte Ilona Stark ügyvezető is. Bodor József pedig fényképes összeállítással elevenítette fel a cég is így azott dolgozók közös múltját. Az elmúlt években mindnyájan közösen menedzselünk egy nagyon nehéz magyarországi munkaerőpiaci helyzetet, ahol két lényeges feladatunk van. Egyrészt a növekedéshez megnyerni az új kollégákat, sikeresek voltunk, hogy az elmúlt három évben több mint 300 fővel növekedett a telephely létszáma. De legalább ilyen fontos, hanem még fontosabb megtartani azokat a kollégákat, akik már tapasztalattal és tudással rendelkeznek, és akik alkalmasak és képesek ezt a tudást tovább is adni, fogalmazott Bodor József. Az 5-10-15-20 éve a cégnél dolgozók az ünnepi vendéglátás mellett elismerő oklevélben részesültek. Továbbá az eltöltött idő függvényében emléktárgyat vagy 10 év után fizetett szabadnapot, illetve a 20 éves céghűséggel rendelkezők pénzjutalmat is kaptak.